Tehát két emberrel találkoztam úgy a magyar avantgárdban, hogy vagy a nevükkel találkoztam úgy, hogy később vált ez a dolog érdekessé vagy fontossá. Az egyik a Galántai, és az történt, hogy egy vidéki művészeti intézetnek valamilyen eldugott helyén, egy társalkodóban, egy dohányzó asztalon, katalógusok között 1974-ben a kápolna tárlat meghívóját találtam. Ezt meg is tudom mutatni, bár szerintem ezt mindenki jól ismeri. Ez volt. Ebből volt mondjuk 10 darab. Mielőtt még... Szóval fontos, hogy azt egyet tartottam meg, és aztán amikor a Gyurival így jóba lettem, akkor az Artpoolnak, tehát neki, illetve az Artpoolnak adtam a többit. Valahogy ez ott megmaradt, és hát én akkor gimnazista voltam, másodis gimnazista, és hát úgy tudtam így művészetre, meg olvastam ezt, azt, tehát egy-két név volt csupán ismerős a listából, de nagyon izgalmasnak tűnt. És hát én ugye nem voltam Sivár, de a korszak az elége az volt, tehát ezt én úgy betűről-betűről végigolvastam. Éreztem, hogy ez valami izgalmas, valami nagyon fontos dolog. És a vicc az, hogy a másik hasonló élmény, és hát azt ugye évekkel később találkoztunk személyesen, a másik hasonló élmény is részben hozzákötődik, mert amikor mondjuk azt, hogy egy évvel később, tehát igazából közel ez az időponthoz, a vívást és komolyan rajzolni kezdtem a Dési rajzkörben, akkor a fali újságon mindenféle ilyen hirdetések voltak. Volt egy hirdetés a Ganzmával, a kreativitási gyakorlatok plakátja, vagy kis hirdetés volt ott. És hogy néztem, olvastam, nem volt semmi ismerős, hát talán pont a Galántai neve ismerős lehetett. És hát végül is praktikus megfontolásokból úgy döntöttem, hogy az messze van, és nem mentem fel. És ez volt ugye az Indigónak a gyökere, ami mondom, jóval később emlékeztem mind a kettő vissza, amikor már az Erdélyel és meg a Gyurival is megismerkedtem. És ha már itt tartunk a kettőjüknél, akkor én igazából őket éreztem fiatal művészként. Szóval a fiatal művészek is furcsák, nem csak az idősek, és a fiatal művészeket ilyen siheder bandának tartják az idősebbek, és a fiatal művészek meg a respektjüket nem mindig jól fejezik ki. De igazából ők ketten voltak, és ez nagyon fontos, akinél azt éreztem, hogy valóban kíváncsiak. Úgy általában, ami már remek, de valahogy így erre a nem meghatározott, picit zűrös, serdületlen, fiatalabb generációra. És ez hát ugye az Erdélyel való történet az ismert, az Indigóból, és a Gyuri esetében ez nekem konkrétan nagyon sokat segített, mert abban a hangsúlyozottan sivár világban valahogy az első ilyen szellemi kihívást, ami izgalmasabb volt, és valahogy úgy lehetett agyalni rajta, az Indigó mellett az ő által közvetített ilyen akkor hemzsegő, mélárt felhívások voltak, Common Press és egyebek. És ezeket ő, hát föltalálva a spanyol viaszt, egy borítékban kiküldte az érdeklődőknek, és hát ezen megint csak elgondolkodtunk, és sokra reagáltam. És valahogy ez így munkában tartott, vagy valamilyen szellemi munkát adott, vagy olyan izgalmas szellemi munkát adott, akkor, amikor nagyon kevés ilyesmire volt lehetőség. És nem is tudom, talán ezt akartam neki, vagy ezt akartam róla mondani. És hát igen, még a spanyol viasz dolog, hogy az is, amit az Alban, tehát az Artpool Lettersben csinált, olyan hihetetlen egyszerű. És egyszerű, ugyanakkor az is érdekes, hogy az egésznek a megjelenésében, meg általában a grafikai, mainline grafikai tevékenységben van valami könnyedség. Igazából egy rendkívül bátor dolog volt, és ez is elegáns, hogy egy ilyen könnyed játékos formában csinálta ezt, és szerintem ez nagyon sokat jelent. Tehát ez tartja őt frissen.
És az art, az al, az artul lehetőlesz is olyasmi volt, hogy ha ő ezt nem csinálja meg, akkor abból a korból szinte alig van dokumentum. Tehát a jövőben látott. Úgyhogy boldog születésnapot. Bródi Sándor utca 15-ből jelentkeztünk.